Ezek a diákok jelenleg is tanuló szerződéssel dolgoznak ebben a nyíregyházi étteremben, ezért pedig havi juttatást kapnak a tanulók. Ez az összeg átlagosan 11.500 forint a nappali tagozatosoknak, az esti képzésen résztvevőknek közel 7.000 forint, míg a levelezős diákok alig több mint 2.300 forintot kapnak. Általában 7-8 órákat dolgozunk, de ez majd nyáron megemelkedik, hogyha rendezvények, stb. Nagyon jó, nagyon sokat foglalkozunk a tanulókkal, nekem eddig nagyon jó. Elsős vagyok, de nagyon tetszik. Nem csak a tanulóknak, a képzőhelyeknek is megéri a diákokat alkalmazni. A külső gazdálkodó szervezeteknek ugyanis szakmánként és a tanulói jogviszonytól függően meghatározott támogatás jár. Így például egy nappali tagozaton tanuló szakács után több, mint 680.000 forint éves alapnormatívát kap a munkaadó. Sok esetben a diákokat a képzés után is alkalmaznák, ráadásul a szakács szakma hiány szakmának számít a régióban. Azért vált a szakács szakma hiány szakmával, mert elmentek külföldre. Itt nekem ezzel kapcsolatban is kételjem, mert mindig azt mondom, hogy az a szakács, aki tud már valamit, az menjen külföldre. De akinek még erősödni kell, annak itt kell dolgozni, kicsit megerősödjön, akkor lenne értelme külföldre kimenni. Mert az, hogy valaki menjen kis külföldre, mosogasson, annak nem sok értelme van. És sajnos ez a jellemző, hogy megvan a papír, és menjünk kifele külföldre. Minek? Nem tudom. Minden szakképzésben tanuló diáknak lehetősége van az iskolai tanműhelyen kívül az intézménnyel szerződött képzőhelyen tölteni szakmai gyakorlatát. A diákok így az elméleti oktatást az iskolapadban, míg a gyakorlatot vállalkozásoknál teljesíthetik, abban az esetben, ha eredményes 9. osztályos szintvizsgát tettek. Az elsődleges tanulószerződés kötési időszak ez a május hónap lesz. Eddig augusztus végéig, augusztus 15-éig kellett megkötni a szerződéseket. Tehát ez az új rendszer azt hozta, hogy előrébb jön a tanulószerződés kötés időszak. Megyénkben jelenleg 3000 tanulószerződést tartunk nyilván. Ez a szám évről évre növekszik, és 2018-ra azért szeretnénk elérni, hogy az össz tanuló létszámnak azért 60-70%-a tanulószerződéssel külső gazdálkodó szervezetnél vegyen részt a gyakorlati képzésben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy külön weboldalt is indított a tanulószerződéses diákok és a képzőhelyek számára a közelmúltban, a minél gyorsabb információáramlás és az elektronikus ügyintézés elősegítésére. Minden információ és aktuális hír megtalálható ezentúl a www.tanulószerződés.hu honlapon.